Az előző részben megismerhettük a szibériai tigrist, a pumát, a hópárduct és az oroszlánt. A mostani részben azok az állatok lesznek, melyek a levegő urai. Kezdjük a rovarokkal. A rovarok az állatvilág legfajgazdagabb csoportja, szinte naponta fedeznek fel új fajokat. A pókokkal, a skorpiókkal, a rákokkal és a százlábúakkal együtt alkotják az ízelt lábúak csoportját. Árnyaik hártyásak, három pár ízelt lábuk van. A bogarak páncélja kitinből áll, ami a szárnyaikat is befedi. Nem szabad elfelejteni, hogy minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár. Például a lepkék hiába a rovarok, de mégsem bogarak. A sarkvidékek kivételével az egész földön jelen vannak. A kifejlett lepkék szép, színpompás és szimpatikus rovarok, de amikor még hernyók, akkor már kevésbé. A hernyó egy bábban nő fel, míg nem lesz belőle kifejlett lepke. A nappali lepkék a pillangók, míg az éjjeli lepkék a molyok. A denevérek az egyetlen ismert repülni tudó emlősök. Eredetük bizonytalan, valószínűleg a főemlősökkel és a sünökkel lehet közös ősük. Repülésük kezdetben talán a fáról fára való siklás szolgálhatta, de mai képviselői gond nélkül repülnek. Elsősorban ultrahanggal tájékozódnak. Dél-Amerikában él az egyetlen valódi vérszopó denevér, a vámpír denevér. Rendszerint éjszaka aktív. Előszeretettel fogyaszt állati vért, de az alvó ember vérét sem veti meg. Most egy szamár füléből iszik vért, de olyan anyagot termel a nyála, ami érzésteleníti áldozatát. Míg a legtöbb denevér éjjeli állat, addig a repülőkutyák inkább nappal aktívak. Afrika, Ázsia és Ausztrália trópusain élnek, gyümölcsökkel táplálkoznak. A madarak röpképességükkel évezredek óta megfogták az emberiséget, de néhány fajuk, mint például az emu és a struc nem tudnak repülni. Érdekes megjegyezni, hogy tollas barátaink a dinoszauruszoktól származnak, pontosabban a kétlábú húsevő dinókból, mint például a Velociraptor, mely a Jurassic Parkos ábrázolásokkal ellenben tollas volt. Eredetileg a tollak a hőszigetelést szolgálhatták, de később váltak a repülésre alkalmassá. Kezdjük Észak-Amerikával, ahol az USA nemzeti állatfaja, a fehérfejű rétisas él. 2 méteres a szárnyfesztávolsága, valamint a párok életre szóló elköteleződésben élnek. Főtápláléka a hal, amit a víz felett repülve lábaival kap el. Látása kimondottan fejlett. Dél-Amerika dzsungelei adnak otthont az arapapagájnak. Hangos, ugyanakkor értelmes madár, ha fogságban tartják, akkor akár beszélhet is. Mindkét nemtól bundája színes, viszont az arahím az ara arájával egész életre egy párt alkot. Közös fészküket faúduba rakják, a fészekalja 2 fiókából álló testvérpárt rejt, akiket a szüleik felváltva nevelnek. Általában termésekkel táplálkozik, bár az ásványi anyagok miatt agyagot is fogyaszt. Irány Ázsia, pontosabban India, ahol egy közismert madárfaj, a páva él, de világszerte tartják udvari díszmadárnak is. Általában földön tartózkodik, de repülni is képes. A hímet és a nőstény pofon egyszerű megkülönböztetni, a hím kék színű, farktolla hosszú és színes, míg a nőstény rendszerint barna, farktolla sokkal rövidebb. Párzási időszakban a hím farktollait széttárva próbál udvarolni potenciális barátnőinek, de nem élnek ezután együtt. Mivel egy hím számára veszélyes dolog a költés, díszes tollazata könnyen felhívja a figyelmet a ragadozókra. Ez a hím éppen egy bengáli tigris áldozata lett.
Ezért a költés és a fiókák nevelése kizárólag a nőstény feladata. Két vonuló madár kerül most célkeresztben, ráadásul Európából. Közülük az egyik a daru. Északon fészkel, de Magyarországon átvonulóként rendszeresen megjelenik, különösen a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Észak-Afrikában szokott telelni. A családok vonuláskor nagy csapatokat alkotnak. Következik egyik legkedvesebb tollas barátunk, a fehér gólya. Egész életre választ társat, akivel megosztja a fészeképítést és a fiókák felnevelését. Kelepelésekkel erősíti meg a pára kapcsolatát. A fiókák csőre fekete, pihés tollaik fehérek, de kifejlett korukra csőrük és lábuk piros lesz, akár csak a szüleiké. Kéményeken is előszeretettel épít fészket, bár Európában fészkel, de Afrikában telel. Éppen a szavannán tűz ütött ki, de ez a fehér gólya kihasználja, hogy a lángok elől menekülő rovarokat megegye. Egyébként a gólya a békán kívül rovart, rágcsálót, halat és siklót is ehet. Mindig Afrikában vagyunk. Jelenleg sokak számára csúnya madarat, a keselyűt láthatjuk. A gólyával ellenben egész évben állandó madár a fekete kontinensen. Dögevő életmódjuk sok ember számára visszataszító, de ezzel nagy hasznuk van a szavanna életében, hiszen a keselyük és a hiénák nélkül sok kárt szenvedne ez a csodálatos afrikai vadon, járványok törnének ki, és egy élő szeméttelep lenne. Nem kimondottan szép megjelenésük mellett van egy romantikus oldaluk is, mivel a párok életük végéig hűségesek egymáshoz. Együtt is gondozzák egyetlen fiúkájukat, míg fel nem nő. A világ minden részén élnek madarak, kezdve a trópusi flamingóktól a sarkköri hóbaglyokig közel 10 000 madárfaj él bolygónkon, melyek mind tollas, melegvérű, tojással szaporodó csőrös állatok. A következő részben találkozni fogunk bundás rokonainkkal, a főemlősökkel.